Kecskeméten egy labdás meccset veszítettünk el. Én azt gondolom, hogy ki lehet kapni Kecskeméten, de vannak olyan csapatok, amelyeket ha előre akarunk menni a tabellán, akkor azokat idegenben és hazai pályán is le kell győzni. Talán a Kecskemét ilyen volt. Igen, ez valóban egy nyerhető mérkőzés volt. Ugye 2 perc végett 8 pontos előnyünk volt. A kezünkben tartottuk úgymond a mérkőzést, ami irányításunk alatt zajlott. Ugye ott sikerült nekik faltokat kiharcolni, faltgólyókat, ezzel visszajöttek a mérkőzésbe, és hát ugye a végén egy szerencsés kosárral ugye ők nyerték meg ezt a meccset. Ugye, ahogy a Sopron elleni meccsen ültek a távoliak, akár neked is bejött nagyon-nagyon sok kosár, itt valahogy most ez nem annyira ment. Igen, nagyon rossz dobószázalékunk volt, ugye 3 pontos, összesen 6 kísérletet sikerült kosárra befejeznünk. Igazából nem tudom, hogy ennek mi az oka, mert nagyon sok üreset is dobhattunk rá. Tehát úgymond zicser labdáink voltak 3 pontoson. Ez egy rossz nap volt szerintem Kecskeméten, azért ugye arra a gyűrűre nem könnyű bedobni, mondjuk így. Jászberény következik most, viszont a Jászberény sem tartozik a gyengébb csapatok közé. 1 ponttal kaptak ki az Albától, ha jól emlékszem a legutóbbi mérkőzésen. Mi az a plusz, amivel esetleg nyerhetünk? Igen, ugye a Jászberénynek van ugye 2 komoly győzelme, ugye az Ase otthon, ugye Debrecen idegenben, ugye most az Albával játszottak egy X-et. Az a helyzet, hogy úgymond kicsit szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ugye Nelson elvileg megsérült az irányítójuk, így valószínűleg egy emberrel kevesebb van a rotációjukban, illetve ugyanazt a futós gyors játékot kell játszanunk, amit a Kecskemét előtti 3 meccsen sikerült produkálnunk, és szerintem azzal el tudjuk fárasztani őket. És a közönség pedig jöjjön, és ahogy szokott, szurkoljon. Igen, ez egyértelmű, várjuk őket, szeretnénk ezt a tárházat, mint ami volt a körmendellem. Örülnénk neki, ha ilyen sokan ki lennének.